Falunapot tartottak Kerekharaszton. Honvédelmi tábor Rózsaszentmártonban. Köszöntöm nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, én Farkas Renáta vagyok. Sütöttek, főztek a kerekharaszti falunapon múlt szombaton. A programon Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is részt vett. Beszédében a Magyar Falu Program által megvalósult és tervezett fejlesztésekről szólt. Ételkülönlegességeket készíthettek és kóstolhattak a kerekharaszti falunap résztvevői szombaton. Tóth Csilla és Gódor László már rutinos versenyzők, idén is egy specialitással készültek. Ez egy Mohács környéki jellegzetes étel, ez a sokászbab, és ez egy ilyen speciális agyagedényben készül, aminek az a lényege, hogy a tűz mellé teszik, és egy oldalról érheti csak a tűz, és tulajdonképpen mivel a meleg fölfelé száll, így elkezd forogni benne a leves vagy az étel, és saját magát főzi meg. 13. alkalommal rendezték meg ezt a közösségformáló, egységerősítő, és éppen ezért mindenki által kedvelt programot. Összekovácsolja a település lakóit. Ez olyan családi eseményé kezd válni, ahol hát láthatják, hogy kivonulnak a családok főzni, a családok hozzátartozói itt vannak velük, és ez egy ilyen családi foglalkozás, családi szórakozássá vált településen. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője a falunapon tartott beszédében a megvalósult és a tervezett fejlesztésekről szólt. Vége a szennyvízberuházásnak, lehet rendbetenni a maradék utat, a maradék járdát, hogy a falu teljesen rendezett és szép legyen. Úgy, ahogy a kerekharasztiak egy nagyon dolgos emberek, ugyanúgy a település vezetésének is mindig aktív munkával hozzájuk alkalmazkodni kell. Egy dologgal tartozom még, amit megígértem önöknek, hogy a 60 felőli kerékpárutat meg fogjuk csinálni. Most, hogy lement a szennyvíz beruházás, annak sincs akadálya. A jövő évi Magyar Falu programba beletesszük ennek az útnak a megépítését a Magyar Közúttal együtt, mert az a Magyar Közút területén helyezkedik el, és akkor az is rendben lesz, biztonsággal lehet közlekedni a kerekharasztiaknak. Babgulyás, őszpörkölt, lepények és persze jó hangulat. A 13. kerekharaszti falunap idén is kellemes kikapcsolódást biztosított a településen élőknek. Kis katonák szállták meg Rózsaszentmártont. Az ország egész területéről érkeztek gyermekek a múlt héten tartott honvédelmi táborba. A kicsik ízelítőt kaptak az igazi katonai életből, megismerkedtek a túlélés alapszabályaival és az airsoft fegyverek kezelésével is. És akkor ez mindenféleképpen eltalálja a célt, látják? 30 kis katona, 5 napos túlélő kiképzése zajlott a múlt héten Rózsaszentmártonban. A honvédelmi táborba 12-16 éves gyerekek érkeztek az ország több pontjáról. Azért jelentkeztem, mert hogy mindig érdekelt a katonai élet, és hogy lehet, hogy hogyha én nagy leszek, akkor én is akarok katona lenni. A legtöbb táborozónak, így Gulyás Marcelnek is már határozott véleménye alakult ki arról, hogy milyen a jó katona. Egy igazi katona alakias, azaz fegyelmezett. Követi a parancsokat, és a hazáját szolgálja. Kedvesek, meg hát olyan szempontból szigorúak, hogy ugye meg kell csinálni azokat, amiket kérnek. Az első Rózsaszentmártonban rendezett honvédelmi tábort több éves egyeztetés előzte meg. Jönnek szépen, jó! Elérik a szalagot! A községi önkormányzat 2 évvel ezelőtt pályázott a Honvédelmi Minisztériumhoz, hogy honvédelmi tábornak a helyszíne lehessen. Ebben a 2 évben rengeteg alkalommal voltak kint Egerből a 60-as Mikkel József területvédelmi zászlóainak a képviselői megnézni a helyszíneket, elbeszélgetni velünk, mennyire komolyan gondoljuk azt, hogy valóban ilyen tábornak a helyszíne lehet ez a község. Először turista szállón lett volna kiválasztva a helyszín, azonban kevés volt ott a vizes blokk, így a Móra Ferenc általános iskola területét szállták meg úgymond a katonák 1 hét erejéig.
A község a következő évben is szívesen biztosít helyet a programnak, ugyanis a honvédelmi alapelveket és ismereteket érdemes beilleszteni a gyerekek mindennapi nevelésébe, tette hozzá a polgármester. A 60. Mike József területvédelmi zászlóalj szervezésében idén 29 honvédelmi tábor valósult meg. Honvédelmi táborokat olyan célra hozták létre évek ezelőtt, hogy a 12 és 15 év, vagy 15 és 18 év közötti gyermekek kicsit bepillantást nyerhessenek a katonák mindennapjaiba, és arról legyen egy kis képük, hogy a katonák milyen felszereléssel, milyen körülmények között készülnek fel a napi munkájuk végzésére. Nem titkolt céljuk az is, hogy a honvédelem ügye iránt elkötelezett állampolgárokat és utánpótlást neveljenek. A gyermekek egyebek mellett megtanultak sorakozni, alakzatba közlekedni, airsoft fegyvereket kezelni, és ami talán a legfontosabb, csapatban gondolkodni és együttműködni. Egyes raj, osszolj! Ez az. Köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb kedden jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra! Pénteken sok napsütésre számíthatunk, időnként felhők tarkítják a napot, a reggeli órákban futózápor előfordulhat. Néhol megélénkülhet az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 30-36 fokra van kilátás. Szombaton tovább fokozódik a meleg, 32-38 fokot mérhetünk a délutáni órákban. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, 28 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.